Sok olyan vállalkozás működött a Covid-járvány előtt hazánkban, amelyek nem viselték el a bezárást, és meg kellett szüntetni a működésüket. Ennek következtében jelentős számban vannak azok, akik elveszítették a munkájukat. Most a vírusjárvány visszaszorulásával az egyik fontos feladat a munkahelyteremtés. Ezért is örvendetes, hogy Bonyhádon is vannak vállalkozások, melyek a továbblépés mellett tették le a voksukat, és a fejlesztéseik eredményeként újabb dolgozókat tudnak foglalkoztatni. Ha egy világjárvány közepén arról tudunk beszámolni egy településen, hogy új munkahelyeket teremtenek helyi vállalkozások, akkor az egy polgármester számára természetes, hogy öröm. Az a cég, aki ezt az üzletet megnyitotta, az 1990 óta családi vállalkozásként működik a városban. Az édesanyja a tulajdonosnak is a kereskedelemben dolgozott, magával hozta a családi örökséget. Én úgy gondolom, ami a genetikával is összefügg, hogy emberekkel bánni, kereskedni és ezzel is foglalkozni. Én azt kívánom az új vállalkozásnak, hogy sikeres legyen, és hogy még több családnak tudjanak megélhetést biztosítani a jövőben. Természetesen, hogyha az adóbevétele is nő a városnak, annak is örülünk, hiszen minden egyes itt megtermelt forintnak a bevétele, amit az önkormányzatot gyarapítja, az a közösség javát szolgálja. Szabó Zoltán, a vállalkozás vezetője azt mondja, az évek során kialakítottak egy stabil rendszert, ennek kiszélesítését végezték el. Egy kiszámítható növekedést vártunk. Családdal átbeszélve úgy döntöttünk, hogy legalább 2, illetve 3 munkahelyet tudunk teremteni a meglévő 17 mellé, és ezzel mind a városnak, mind magunknak, a családunknak is előrelépést biztosítunk a jövőben. A kalkulációnk az elmúlt napok tapasztalata alapján jól működött, mondta Szabó Zoltán. A bevételek megteremtik a foglalkoztatási költségek fedezetét. Terveink szerint a jövőben tovább kívánjuk bővíteni a bolt kínálatát.